konfúz helyzetet. Két momentumos politikus feláll a helyéről, átsétál a korábbi fideszes polgármester Bácskai János asztalához. Ez magántulajdon. És elvisz onnan egy papírt. A felvételen nem látszik, de a Momentum politikus a Facebook oldalán megosztotta, hogy mi volt rajta. Ez. A gúnyrajz Baranyi Krisztina polgármestert ábrázolja, aki a nadrágját kihúzva mutogatja magát, egy korábbi mondatát idézve. Minden adat, ami a közre tartozik, nyilvánosságra hoztam, de megértem, hogy a bugyinba is bele akar nézni, de akkor majd azt legközelebb személyesen próbálja megintézni. Az ősszel ellenzéki jelöltként megválasztott polgármester ezt februárban mondta. Válaszul arra, hogy egy fideszes képviselő az önéletrajzából szerinte kimaradt adatokról kérdezte. Bácskai János most az ülés szünetében azt mondta, amíg a polgármester a korábbi mondataiért bocsánatot nem kér, addig újra és újra kint lesz a rajz. Ön szerint ez a rajz ez nem gúnyos Baranyi Krisztinára nézve? Nem én készítettem a rajzot. Egyébként ez egy karikatúra, de mivel az ő szavai vannak rajta, ezért nem gondolom. És szabad véleménynyilvánítás szabadsága jár mindenkinek. Ez nem fér bele a szabad véleménynyilvánítás szabadságába? Határeset, de amikor más emberi méltóságát ilyen karikatúrával, ráadásul az ilyen 30-as évek közepét idéző karikatúrát tesz neki, ez szerintem túlmegy a véleménynyilvánításnak a szabadságán már. Baranyi Krisztina csak annyit mondott, Bácskai János ezzel az akciójával önmagát minősíti. Amíg vele beszélgettünk, a fideszes politikus újra stábunkhoz lépett, és azt mondta, feljelentést tesz a rajz elvétele miatt. Milyen gyanúval tesz feljelentést, és ki ellen? Jogász nem vagyok, ezt majd a bíróság megállapítja, és egy józanatosság. És mit szól ahhoz, hogy fel fogják jelenteni ezért az akciója? Hajrá! Az ülés után természetesen visszaadjuk neki, mint ahogy a tanárnén is visszaadja az iskolában a gyereknek, amit elvesz az órán, vissza fogja kapni Bácskai János a testületi ülés végén. A korábbi és a jelenlegi polgármester között nem ez az első pengeváltás. Az önkormányzati választás után Bácskai János a hivatalos átadáskor nem volt hajlandó kezet fogni Baranyi Krisztinával.